Hello mindenkinek, sziasztok, srácok, én örömök, és itt vagyunk egy következő videóban, és most ebben a videóban nem más lesz, mint egy óriási nagy szellemhajót fogunk megnézni a Minecraftban. Szóval, kezdjük is akkor bele, itt tart velem szokásosan, vagyis hát nem szokásosan, mert mostanában eléggé kevésszer tartott itt velünk, de itt tart velünk újra Kis, szia Kis, hello, gyere is szépen velünk, és akkor menjünk is utunkra, és nézzük meg ezt az óriási nagy hajót, ami, ja, óriási nagy, nem nagyon lehet ez mit hozzáfűzni. Na, gyerek is, és fedezzük fel, hogy mi van itt. Elvileg, kéne ezen az óriási nagy hajón, vagyis ilyen elátkozott hajón lennie egy kapitánynak, aki, ja, megszállta az egész hajót, és ezért senki nem mer erre a hajóra felszállni. Szóval, én vettem a bátorságot, és gondoltam, hogy esetleg meg kéne nézni ezt a kapitányt, és megkérni, hogy távolodjon el ettől a hajótól, vagy valami. Aztán, ja, talán hallgat ránk, talán nem, vagy valami, de hát Kis természetesen hozom magammal, de hát megpróbáljuk. Na, hát akkor szálljunk fel, oké, haladás, bemertünk jönni. Nem tudom, hogy merre lenne a kapitány. Itt valami raktár van, ami igazából full üres. Jó, mindegy. Meg kéne keresni, gondolom, hogy hát a kapitány, vagyis vezető fülkét, ami, ó, itt van vörös redstone. Na, lehet, hogy ezt kéne követnem, de nem biztos. Na mindegy. Kicsikét így körbenézek így a hajón, hogy amúgy mit, hol lehet találni. Akkor, hogyha már ilyen kis turisztikussal jöttünk ide, ó, ez valami tárgyalófülk, itt egy ender. Ajaj, itt egy ender van, aki megtámadott. Ez nagyon nem lesz jó. Jó, oké, leráztuk. Na mindegy, hagyjuk inkább az endermeneket. Kövessük ezt a redstone-os vért. Hát, ha eljutott ez engem valahova, de szerintem ez valószínűleg feljebb vezet, de mi az, stúdió? Itt van valami stúdió, na várjatok. Nem tudom, hogyha már itt vagyunk, akkor azért nézzünk körbe. Aha, ez valami, nem tudom. Itt valami cucc van, mindegy. Itt van valami, hát ez egy ilyen étteremszerűség, rettentő nagy amúgy, ez biztos, hogy ez a hajó. Hát számítottam rá, hogy ilyen óriás nagy lesz, itt meg vezet fel valami. Errefele is tudok esetleg jönni, vagy amúgy erre nem nagyon, aha, itt van a vér, oké. Itt van valami, ez WC, oké. Itt meg ilyen, ó, itt meg a mentőcsónakok vannak, ezek is de királyul néznek már ki. Jó, nem tudom, hogy ki ez a hajó, de biztos, hogy nem lett könnyű dolog ezt megépítenie, vagy megcsinálnia. Itt ilyen hálószobák vannak. Ó, erkély, nézzünk ki. Hú, milyen királyon néz már ki így a kilátás. És már is milyen magasan vagyunk amúgy. A ládák azok még mindig üresek. Jó, mindegy, folytassuk szépen felfel az utunkat. Ugyanis már közel a cél. Ez továbbra is felvezet. Ja, aha, ez mi? Na várjatok, mekkora tér van már itt? Ezek izék, ezek szerintem boltok akarnak lenni. Óriási nagy ez az egész minden. Ha, azért mondjuk ennyire nagyra nem számítottam. Na, nem baj, ezek még mindig szobák, jó, ezek annyira nem érdekelnek. Itt végig szobák vannak. Uram, atyám, mekkora ez a hajó. És még a másik oldalán is van egy csomó ilyen szoba. Itt is, ezen a szinten is tele van szobákkal. Itt is úgy, ahogy van, végig tele van szobákkal. Rettentesen nagy. És látok is ott egy nevet, srácok. Eltűnt. Ott volt valakinek a... Várjatok már. Szellemkapitány. Ajaj. Ajajajajaj. Attól tartok, hogy megtaláltuk szerintem a illetőt, akit keresünk. Na várjatok egy kicsikét. Lejjebb veszem a zenét, mert lehet, hogy nektek hangos. Az a gond, hogy igen, szerintem megtaláltam az illetőt. Jó. Nem tudom, hogy így cuccok nélkül mennyire merjek én oda menni. De kénytelen vagyok megkockáztatni. Ajaj. Ajaj, itt errefele vezet a vér, srácok. Ott végigvezet a folyosón. Nem tudom, oda merjek menni? Kezd esteledni. Ez nekem nagyon nem jön be, és itt csöpög a víz valahonnan fentről. Esik az eső, vagy nem? Az ott valami fenti jacuzzi féleség lehet, gondolom. Na jó, muszáj lesz, kénytelen vagyok elmenni erre, de nem szívesen teszem. Itt amúgy, aha, ezek is ilyen átlagos szobák, jó. Hú! Jó, oké, még nem nagyon találkoztunk semmiről. Ajaj, ne, itt lesz srácok bent, ott van, ne már, ez mit csinál? Ott meg ne, srácok ott,
fogságba ejtett egy csomó falusit, meg mindent, jó. Én elsurranok mellette, és nem tudom, mit, ne. Jaj, majdnem rám nézett. Majdnem rám nézett, oké. Mik vannak itt? Itt egy bőrszet. Jó, én ezt felveszem magamra. Nagyon remélem, hogy nem fog észrevenni. Jó, itt esetleg valami cucc nincsen, amit meg tudnék találni. Indító panelek. Jó, mindegy. Én azt mondom, hogyha... közben követ kis is. Itt van valami. Ide lebírok menni. Ide le kéne nekem mennem? Na várjatok. Nem tudom. Aha, oké, találtunk egy full gyémánt szettet. Ez nem tudom, hogy a véletlen műve, vagy direkt volt ide rakva, de jó, oké, van cuccunk, király, akkor már annyira nagyon nem kell félnünk, és kaptunk építőanyagot is, legalább visszabírunk menni. Jó, ne, ajaj, héten halandó, ki vagy és mit keresel itt, hello, szia, az én nevem Dani, és, azért jöttem, hogy beszélgessünk egy kicsit erről a szellemhajósdi dologról. Nem tudtad, hogy ez a hajó el van átkozva? De tudtam, és pont erről szeretnék veled tárgyalni, hogy mi lenne, hogyha esetleg elmennél, itt akár meg is halhatsz. Értem, az látszik a tökéletes koponya fejedről. Hát az kizárt, ha. Jó, miért követsz? Most miért követsz a fejeddel? Ne nézz rám! Ne nézz rám! Ne már! Jó, figyelj! Ott láttam... takarodj innen! Figyelj! Ott láttam embereket, akiket elfogtál, nem lehetne, hogy... Ameddig szépen mondom... Figyelj! Elmegyek, hogyha őket kiengeded! Jó? Nem? De! Létszi, engedd ki! Engedd ki őket! És akkor szívesen... Nem. Mit akarsz az lamére? Aha. Értem. Jó, rendben van, gyerek is, várjál. Gyors, mennyi, ekkora mérget dobott ránk, nem tudom. Jó, valahogy el kéne kezdjünk, küzdjünk meg, jó, na várj, ne, ojjaj, fél HP-n van, na várjatok, ez így nagyon nem jó. Jó, be kéne lögdösnem kist oda, várjatok, belögdösem kist így, nagyon jó. Oké, kicsikét kizárom, bocsik is, amúgy csak a küzdelemből legalább maradj ki, mert nem kéne, hogy meghalj. Nos, kedves szellemkapitány! Figyelj, ez a véleményem a hajódról! Na mi az? Haha, szétszedem az egészet, ennyit ér a hajód! Jajaj, ez, aha, oké, én felem fel is gyújtatod, nekem az is jó! Legalább akkor eltűnik a hajód innen, és nem lesz többet hajód, ha, ennyit érsz, na mi az? Itt vannak a műszerek, csár, ne, te mit csinálsz? Kiszavítom az embereket, gyertek! Szabadok vagytok, menjetek! Gyerünk! Kifelé! Gyerünk, jó, elég volt belőled, nem, belőled volt elég, elegem van nekem belőled, meg szerintem mindenki másnak is. Jó, oké, küzdjünk meg, hogyha ennyire ezt akarod. Csapjuk szét ezt a szellemet, úristen, hogy ég a hajó, srácok. Szét fog égni az egész hajó, de legalább a elfogott itt lakó, vagy nem tudom, embereket legalább el tudjuk innen engedni, és kibírjuk őket szabadítani. Te szellemkapitány, nem is értem, hogy te amúgy miért jöttél ide, és miért kellett elfognod szegény szerencsétleneket. Közben szvannolja le ide a nobokat. Mi az? Félsz? Ennyi volt? El akarsz menekülni? Ennyit érnek a izéid? Ennyit érnek a nagy szellemképességeid? Semmit nem érsz? Jaj, na várjatok. Jó, de leestem, ez nem kellett volna. Közben amúgy a pókot is, meg mindenféle mobokat szvannol ide. Nem nagyon tetszik. Nem igazán tetszik, de nem baj. Üssük szépen, gyerünk, lökjük ki a hajóból. Várjatok. Mondjuk nem kéne innen elmenni. Ajaj, ópialma. Nem nagyon kéne innen elmenni, mert kist is a végén majd el kéne engednünk. Gyerünk, öljük meg. Öljük, üssük. Hol vagy? Gyere ide. Nem menekülj, na. Nem menekülj el, nézz szembe velem. Gyerünk. Jó, még szanolja a mobokat. Nagyon félős vagy, hallod. Nem érsz semmit. Gyerünk. Jó, oké, be tudjuk most itt legalább szorítani. Tudjuk ölni és ütni, ahogy csak tudjuk. Gyerünk. Jó, még egy ópialmat be kéne vennem. Jó, oké. Miért van ennyi mobod itt, hallod? Nagyon kezdenek idegesteni a mobjaid. Gyenge vagy? Én vagyok a gyenge! Te vagy a gyenge! Ne gyengézzen engem le senki! Én megvédem legalább a falusiakat, és nem olyan vagyok, mint te, hogy itt... Igen, pontosan. Ezt mondom, nem én vagyok a gyenge, te voltál a gyenge, ennyi! Jó, oké, ezeket a izéket legalább öljük már akkor meg. A gonosz mobjait, mert zavar, hogy itt dobál engem mérgekkel, vagy dobálnak engem mérgekkel, jó? Királyság, hova tűntek? Ja, ott vannak, oké. Na, várjatok, mindjárt jövök, csak megölöm a maradék mobot. Jó, oké, jövök. Na,
Kedves izék! Na, itt van még egy. Jó, ezt is most feljük meg. Na, falusiak! Sziasztok! Hello, hello, mizuva! Na, ajaj, majdnem megütöttem csórót. Na, szabadok vagytok, spanok! Menjetek nyugodtan, szabadok vagytok! Kiszolítottlak téged! Igen, hurrá, meg minden. Várjátok, menjünk vissza kishez szépen. Jó, oké. Aj, de jó, úgyhogy az összes velém már gyerek is. Gyors, menjünk innen, most már ők legalább szabadok. És hát srácok! Meg tudtuk akkor ölni a kapitányt sikeresen, és fel tudtuk szabadítani ezeket a embereket, ami, ja, pozitívum, ó, kis is közben ide teleportált mellém. És hát ja, hogyha tetszett a videó, akkor srácok, akkor dobjatok egyet egy lájkot, és most egy feliratkozást írjátok a csatornámra, és írjátok le a komment szóval, hogy még milyen videókat szeretnétek. Én Dani voltam, és még egyszer köszi szépen, hogy itt voltok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!